együtt választottuk ki a ruháját, amiben elhamvasszák. És akkor hihetetleneket mondott. És akkor bejött a húgom, és mondta, hogy anya, akkor ez a nadrág jó lesz? Ez a fekete nadrág. Hát kisfiam, hát kislányom, hát nadrágban nem megyünk a jó Isten elé. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, és ez pedig a Szavakon túl. Mai vendégem Kovács Adél, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, a Radnóti Színház igazgatója. A Színház és Filmművészeti Főiskola Operett Musical szakán végzett, aztán a Nemzeti Színházhoz szerződött. Később a Radnóti Színház tagja lett, 2016-tól pedig ennek a teátrumnak az igazgatója. A Forbes őt választotta a magyar kultúra 6. legbefolyásosabb nőjének. Férje Kovács Tibor, lányuk Laura Rozália. Ő következik. Ahogy azt már megszokhatták, mindig átnyújtok egy papírt aktuális vendégemnek, ezen a papíron ugye 20 kifejezés szerepel, ami reményeim szerint nagyon rejtjeles, talányos, valamennyi az aktuális vendégemnek élete egyik fordulópontjára, meghatározó mondatára, epizódjára, egy újfajta aspektusára utal. Kovács Adél, mostani vendégem, most kapja meg ezt a papírt, ő se tudja, hogy pontosan milyen fogalmak közül választott, mert hogy mindig az alany, a vendég választja ki, hogy pontosan miről beszéljünk. Azok kedvére, akik nem látnak bennünket, hanem csak hallanak, felolvasnám, hogy Kovács Adél mely 20 kifejezés közül választott. Mindenkinek ugyanaz? Ugye elhiszitek? Átváltozás. Robbanás veszély. Indulni kell. Nagy csapatban. Elől. Nem alkuszom. Kezdeti segítség. Édes teher. Belelátták. Nem esetleges. Ha igent mond. Kiállás. Ezt a földet választottam. Benne van a fizetésben. Mindig szerettem. Nincs kecmec. Nem én döntök. Na. Hát van itt mindenféle. Elég vegyes, igen. Hát a, nagyon, és a nincs kecmec, meg a nem én döntök között azért van egy távolság. Pedig mind rejt valami témát. Melyik legyen? Melyiket szeretnél? Mindig szeretem? Hát az öröm színészi mi voltodra utal, mert ez gyakran előjön. Igen. Veled kapcsolatban. És az jutott eszembe, hogy te az a fajta színész vagy, aki tulajdonképpen bármit játszik, mindig örömmel lép színpadra. Tehát nincs olyan, hogy úgy mész be, hogy azt mondod a lányodnak, a férjednek, a barátnődnek, hogy a rohadt életben, ezt nem hiszem, hogy semmi kedven a színházba menni, mármint színpadra. Hát ilyen nagyon ritkán van. Van úgy, hogy tehát volt olyan része, volt olyan időszak, amikor egyszerűen annyira fáradt voltam, hogy nem tudtam, hogy fogom elkezdeni az előadást. Ez nem most. És nem is a furcsa módon, nem is az igazgatással függ össze, hanem mikor még kint laktunk Solymáron, és hát azért próba után hazamentem, utána vissza még van, úgyhogy gyerekkel valahova, és egyszerűen volt úgy, hogy beértem, már például este előadás után, egyszerűen nem tudom, hogy tehát kiestek ilyen részek, hogy jutottam én, tehát A-ból B-be még csak-csak, de a B után a Z-be, tehát hogy egyszer csak befordultam a Hősök utcán, és úristen, hogy jutottam én haza? Szóval volt ilyen. Szerinted a néző vagy a kollégák bármit észrevettek ebből? Nem tudom, férjem szerint akkor játszom a legjobb, amikor hullafáradt vagyok. Tényleg? De hát mert nyilván akkor az ember nagyon, nagyon érzékeny, és nagyon valahogy ez olyan új szelepeket is kinyit. A Philip Rothnak van egy nagyon, szerintem jó regény, emlékeim szerint a Kiégés a címe, akkor föl kell a nagy színész, 1000 teendője van, mindenki ünnepli, és azt érzi, hogy nem tud színpadra lépni, mert már nem olyan. Te félsz ettől? Szerintem ettől minden, bocsánat, hogy ezt mondom, minden tehetséges ember fél. Most ebben nem azt akarom mondani, hogy én milyen tehetséges vagyok, de hát de, a fene egye meg, azért az ember ezt tudja, hogy szóval azért mennyi idősen szerintem az baj lenne, hogyha nem tudná az ember, hogy valamiket jól megcsinált. Hogy... Pedig neked alapvetően van egy önbizalom hiányod. Erre utaltál korábban. Legalábbis a pályád elején ez megvolt. Hát a pályám elején biztos, hogy nagyon megvolt, de én most is rettenetesen önbizalom hiányosan. Mitől? Tudod. Azért, mert úgy gondolom, hogy mindent
Tehát ezeket a dolgokat így nulláról kell megfogalmazni, mert különben tényleg ez a jártutat járatlan ér el, ne hagy, de mindig el kell hagynod azt a jártutat. Az más kérdés, hogy megvan már a mesterségbeli tudásod, vagy a muníció, de nem azt kell elővenni egy szerepnél először. És meg váratlan helyzetben, vagy olyan helyzetben, amiben én nem vagyok komfortos, most ez nem egy próba helyzet, amiben nem vagyok komfortos, hanem nem tudom, mondjuk egy castingom, múltkor voltam, és hát valami rettenetes volt. De miért? Akkor mondtam, hát én olyan rossz voltam, olyan nem rossz, hanem ügyetlen, mert ott nem kellett jónak lenni, ott csak meg akarták nézni, hogy egyáltalán gondolom, hogy korban, hogy a kiválasztott főszereplőhöz. Ez egy filmcasting volt. Ez egy mindegy, nem is ez a lényeg. És gyakorlatilag egy lehetetlen helyen, egy szobában, egy semmi, nem azzal a partnerrel, nem úgy, de szóval, hogy abból a rutinból, ami megvan, abból ezt kellett volna tudni működtetni, és semmi, de semmi. Szóval úgy jöttem el, hogy úristen, mit, na, rettenet. Ilyenkor az ember nagyon szégyeli magát, és olyan borzasztó kiszolgáltatott. Tehát, hogy ezekben a helyzetekben én nem vagyok jó, illetve ha azt érzem, hogy valamit nem értek, vagy valami szeretetlenség, vagy olyan vesz körül, de úgy gondolom, hogy talán ezzel mindenki így van. Én abból nem nagyon tudok dolgozni. Kihívásokból igen, vagy abból igen, hogy azt mondják, hogy ez még nem elég jó, de nagyon jó, hogyha megmondják, hogy konkrétan, hogy mi. Ha nem értem, az borzasztó. No, nézzünk egy másik témát. Jó, nézzünk. Ez volt a Mindig szeretem? Igen. Aha. Én is közben jelentem. Hát nem tudom, akkor robbanás veszély. Én is erre néztem most. Ebben tényleg? Ennek nagyon örülök, jó. Mert hogy előkerül veled kapcsolatban, mi több a lányod is utalt rá egy interjúban, hogy ha valami rossz tulajdonságod van, az az impulzivitásod és a türelmetlenséged. Ezt úgy kell elképzelni, hogy tudsz nagyon hisztérikus is lenni? Hát egyrészt nem tudom, hogy másoknak mi a hisztéria. Tehát ugye lehet, hogy valakinél már egy impulzív megszólalás is adott esetben a hisztériát meríti ki, de azért azt gondolom, hogy a hisztéria az egy parttalan dolog. Tehát voltál te olyan? Nem. Nem? Tehát nekem, amikor én robbanok, vagy nagyon impulzívan, egyrészt, ha valamiről, tehát a kollégákkal is, vagy a munkatársakkal is tudok vitatkozni, azt ők szerintem tudják, hogy egész egyszerűen én ezt nevezem impulzívnak, hogy gyakorlatilag nagyon erős hatásokkal dolgozom, de az nem azt jelenti, hogy őket bántom, vagy legalábbis remélem, hanem azt képviselem impulzívan, amit gondolok, és mondjuk abban az ütközést fölvállalom. De azért ez szerintem nem gyakori. Régen volt olyan, hogy egy széket összetört. Hát az nagyon régen volt. Az mondjuk 30 évvel ezelőtt volt. Tehát ezeket az indulatokat azért tudom kezelni, és tehát, hogy mondjam, magamba törtem össze a széket az öltözőbe. És de az... miért törsz össze egy széket? Az én felfokozottság miatt? Nem az valami? Egy ilyen tehetetlenség volt igazából egy helyzetben. A vőlegényt próbáltuk a Szőke Pistával, és na, a Szőke Pista, ő nagyon impulzív, vagy expresszív, vagy talán ő rá azt lehet mondani, hogy hisztérikus is volt, nincs már közöttünk, és az egy ilyen nagyon, nagyon intenzív próbaidőszak volt, tehát jó sokat vitatkoztunk, és igazából szerintem egy nagyon jó alakítás is született belőlem, mert nyilván valamilyen szinten a Pistának igaza volt, és engem kilendített valami felé. De ha jól sejtem, akkor az idő előre haladtával sokkal inkább tünőben van ez a fajta indulat, vagy ez a fajta türelmetlenség. Tehát hát a türelmetlenség az nem, szóval nem. Az elég jellemző rám, tehát nagyon nehezen tudom kivárni a dolgokat, illetve... Felcsattansz olyankor? Nem a felcsattanás, hanem maga van bennem egy feszültség, hogyha valamit nem tudok elintézni, vagy hogyha... hogy mondjam, hát sokszor úgy érzem, hogy
Hát a várakozás. Tehát a türelmetlenség az a várakozás az is, amikor, hát nagyon nehéz az, hogy mondjuk én azt gondolom, hogy már előbbre jár az agyam, és megértettem valamit, és még bizony mindig meg kell várni, hogy valaki végigmondja, vagy a saját ritmusába végigmondja. Ilyenkor közbe szólsz? Hát igen. És nem mindig a legtürelmesebben? Nem arról van szó. Tehát ugye a férjem is mondja ezt gyakran. Tehát ő azt mondja, oké, hát ha te tudod, hogy én mit akarok mondani, akkor tessék. Tehát mit akartam mondani, akkor fejezd be. Szóval, hogy ez egy rossz tulajdonság, kész. Hát ezzel nincs mit csinálni. Küzdesz ellene? Hát igen, én küzdök, de ő például azt mondja, hogy ez nem nagyon látszik. Szerinted ez mi múlik? Nem lehet az, és most nem udvarolni akarok, de egyszer Mensáros László mondott egy nagyon fontos mondatot, hogy nem mindig előny az egy színésznél, ha okos. Nem lehet az, hogy te például intellektuálisan azok közé, a színészek közé tartozol, aki azért elég gazdagon van bútorozva, és ez lehet időnként gát is. Hát biztos lehet gát, persze. Ugye, hogy lehet? De mondjuk most én a magánéletemről beszéltem, tehát nem feltétlenül a színészetről, de hát valóban nem, sokszor van az, hogy nem. Úgy érzem, hogy nem. Hogy hiába mondják, de azért nem mindig partner az ember, vagy nem úgy lehet együtt gondolkodni, vagy ez egy partnerrel, érdekes. Rendezővel? Hát igen, hogy azért alapvetően meg attól is függ szerintem, hogy az ember hogyan tudja ezt kifejezésre juttatni, mert azért nagyon sokszor tűnhet okoskodásnak. És volt már, hogy én is éreztem, hogy most biztos azt érzik, hogy így okoskodom. Úgyhogy az idők folyamán valahogy így azért próbálom ezt mértékletesebbé tenni. Ha tudsz mondani egy példát, hogy melyik az a helyzet, akár színházban, akár magánéletben, amikor az ember úgy érzi, hogy ez gát. Ami kicsit faramúci helyzetnek paradoxon, mert jó dolog okosnak lenni, de azért szerintem van az a helyzet, amikor azt mondja, hogy 700-át neki. Hát szerintem a partner viszonyban sokszor nem tudom, tehát én nem vagyok az, aki aki így rávezetgetem a bárkit arra, hogy az úgy tűnjön, hogy ő döntött így, vagy ő az ő ötlete. Szóval ez egy, tehát én kaptam már olyan tanácsot, hogy hát bírd már ki, hát mondjuk ez egy másik szituációba ilyen vett. Hát a nőnek annyira fontos, hogy az ő, hát akkor, és mondtam, hogy ezek ilyen játszmák, tehát azt nem lehet. Tehát, hogy meglegyen a partner sikerélménye. Igen, de közben meg azért ebben van igazság, hogy valahogy a mindenkinél tudni kell, hogy neki mennyi az ideje. Tehát egy jó vezetőnek azért az bele kell kalkulálni, hogy egy kollega akkor érzi jól magát, hogyha, illetve akkor tudja a legjobb formáját futni, hogyha úgy érzi, hogy megkapja azt az időt, amire szüksége van ahhoz, hogy ő kiadhassa, vagy kifejthesse, vagy szóval, hogy ezek ilyen... Hát ezekhez nincs türelmed. Erre nem mondanám, hogy nincs türelmem, tehát fogalmam nincs. Múltkor volt egy ilyen nagy beszélgetés például a színházban, és de van türelmem. Tehát nekem van türelmem mindenkit meghallgatni. Ezek attól függ, hogy milyen időszakok vannak. Tehát amikor úgy minden szépen megy a maga útján, akkor ezzel nincs is semmi baj, amikor nagyon felgyorsulnak az események, és nagyon mindenkinek nagyon sok minden van. És most az utóbbi két év ez ilyen, hogy egyszerűen annyi mindent kapunk a fejünkre, hogy azért egyen nehezebb ebben akár a lassúságot, akár a felgyorsulást, hogy azt együtt legyünk abba, és abba együtt tudjunk menni. Szóval ez most egy ilyen nagyobb próbatétel. Mensáros szerintem arra is gondolhatott, hogy... Nyilván ezzel nem azt akartuk mondani, hogy a színészek általában jövően nem okosak, csak hogy egy nagyon magas intellektusú ember adott esetben, de lehet, hogy rossz helyen kapja. Mert én nem vagyok magas intellektusú.
hogy túl is agyalhatja a dolgokat. Tehát ja, annyira hát tudja persze. látni, mert te szerintem ilyen analitikus vagy. Hát én nagyon túl tudok agyalni dolgokat, borzasztó. Tehát az a baj, hogy látom is, hogy ezzel hogyan akadályozok dolgokat. Megvan az a baromi rossz tulajdonságom, hogy az első pillanatnál látom azt, hogy milyen gátak jöhetnek be, illetve hogy a végét is látom egy picit, hogy tehát gyakorlatilag a bukását is tudom látni, azokat és ahhoz, hogy az ember önfeledten neki tudjon menni valaminek, nem jelenhet meg előtte az, hogy mik a buktatói, vagy hogy nem is a buktatói, hanem hogy van-e benne, tehát meglátom azt az egy alapvető dolgot, amin az elbukhat, és akkor ha azt nem lehet kiszedni belőle, akkor azon rengeteget tudok hezitálni, hogy ez mégis akkor működhet-e, bevállalható-e, vagy hogy akkor nekem mit kell megtennem azért, hogy... De mindegy, ezek ilyen, nem tudom, hogy mennyire elvont-e, vagy mennyire fogható-e, amit mondok. Abszolút fogható. Tehát én ilyen Murphy tanítvány vagyok, szóval azt kell mondani, ez tökre nem jó, mert ez gátja a lazaságnak is, nem? Gátja a lazaságnak. Tehát én nem vagyok egy laza ember, sajnos. Ezt el kell fogadnom. Tehát ezt most már erre a kis időre muszáj, hogy ezzel együtt éljek. Tehát bárhogy is próbálok egy kolibri könnyedségével létezni, egyszerűen ez egyszerűen engem akadályoz. Próbáltál? Abban lazulni, létezni? Könnyednek lenni, elengedni ilyen dolgokat. Hát persze, meg tudok, és ezért fontosak azok a helyzetek, amikor valami olyan dolog történik, ami vagy olyanba vagyok, ahol erre semmi szükség, vagy ami eleve feltételezi azt, vagy ami egy olyan, akkora szeretetiség, egy olyan létezés, azok nagyon fontosak. Mikor vagy te igazán önfelett? Amikor ez elmúlik, teljesen, elhussan. Hát bizonyos együttlétekbe vagyok teljesen önfelett. Vagy akkor, amikor a színpadon vagyok. Akkor az vagy? Igen, igen, igen. Akkor nincs ez a mechanizmus, ez a reakció, ez a nincs, kontroll, nincs, monitorozás. Nincs. Tehát én nem vagyok egy kontrollos színésznő. Uh-huh. Tehát ezért jó nekem például az, hogy én színész vagyok. Ha kontrollos lennék ott is, akkor nem lenne jó, mert akkor csak erősíteni, de nem vagyok kontrollos. És mondd, irigykedtél te valaha azokra, akik, pont Benedek Miklós volt itt nem olyan rég, aki mondta, hogy ő például nem volt az a típus, akit úgy hátba lehetett verni, akik úgy el tudott volna beszélgetni bárkivel első mondatra, és kérdeztem tőle, hogy például akikkel ő járta az éjszakát, vagy aki ugye a társ, hogy irigykedette rájuk, és mondta, hogy azért olyan Hollósi Frici, ahogy tudott egyből szót érteni valakivel. Te ezeket a típusú kollégáidat irigyelted valaha? Nem, mert én nem vagyok egy irigy ember, tehát pont erre nem tudok irigykedni. Egy dologra vagyok irigy, ha lehet, hogy iszonyú jó lenne nagyon jól zenélni és énekelni. Tehát az valami, az hát, csodálatos. De te tudsz énekelni. De az más. Én nem vagyok énekes. De ezt sem irigységnek nevezném. Nem irigykedem senkinek semmiére, se pénzére, se sikerére, mert azt gondolom, hogy mindenkinek a maga útja. Tehát, hogy nekem nyilván ez az utam, és tehát ilyen érzés nincs bennem. De amit mondasz, az azért nagyon érdekes, mert az valóban van, hogy én magam is azt érzem, hogy vannak emberek, akik egyszerűen mindig, nem azért, mert nem vagyok mindig önmagam, tehát én nem vagyok sem egy modoros, sem egy úgy nem könnyed, tehát jól kommunikálok, imádok beszélgetni, szerintem tök nyitott vagyok másokra, de valakit egyből az öletbe veszel. Tehát egyből valami szeretettiség indul be vele szemben. És igen, a Frici, drága Frici ilyen volt, nem tudom, most mondjam azt, hogy ilyen volt nálunk a társadban a Csankó Zoli, bizonyos értelembe véve ilyen a Sneci, szóval, hogy vannak ezek az emberek, akik így Rusznák Andrés, szóval most csak a társadból mondok példákat. Tehát... És ez nem azért, mert ők olyan jók feltétlenül, vagy nem, ez a kisugárzásuk. Tehát, hogy
egyszer egy asztrológus azt mondta, hogy nekem meg kell dolgozni a szeretetért is. De én effektíve ugye nekem ez a belövés az agyamba, vagy valahogy ezt hoztam motoron, mindenért mindig meg kell dolgozni. Tehát, hogy semmi nem hull az ölembe, és ez nekem jó is, de valahogy azt érzem, hogy sokszor... Tehát volt úgy, hogy rácsodálkoztam, hogy engem tényleg ennyien szeretnek. Tehát én nem tudom ezt igazából érzékelni. Miért nem? Nem is az, hogy nem tudom én érzékelni, hanem... Nem evidens. De miért? Azért az fura. Nem tudom. Azt mondtad, hogy úgy szocializálódtál, úgy nőttél fel, hogy mindenért meg kell dolgozni, meg kell küzdeni. Tehát Igen. Egy ilyen nagy teljesítménykényszernek voltál kitéve? Igen, alapvetően azért igen. Alapvetően igen. Csak eszembe ez egy történet, szabad ne feled. Egyszer azt mondtad, hogy édesanyád rosszul lett, később tudtad meg, mert ő még akkor befejezte az akkori teendőit, és csak utána kezdett el a saját akkori állapotával gondolkodni, foglalkozni. Mm. És akkor az jutott eszembe, amikor ezt most készülve olvastam, a minden segít neki. Azért ott az egy nagyon célhoz rendelt, tudatos és egy kötelességtudó família lehet, vagy legalábbis anyakép. Igen, az anyu rettenetesen kötelességtudó volt, és iszonyú szívós. Iszonyú szívós. Hát akkor azért értünk sok mindent. Te Igen, is ez meg, a típus meg olyan volt, hogy tehát a legjobb, azt kell, hogy mondjam, hogy belőle a legjobb formáját mindig a nagy bajok hozták ki. Ez nagyon érdekes volt. Tehát minden vacakságon kétségbe tudott esni, hogy nem talál valamit, hogy ezeken ilyen teljesen ki tudott bukni, de amikor arról volt szó, hogy halálos beteg, vagy hogy ő rá itt vagy ott, akkor valami hihetetlen. Tulajdonképpen azokat a dolgokat meg eszméletlen humorral és könnyedséggel csinálta végig, mindig. Nagyon sokszor volt ilyen az életébe, és azt, tehát magát a halálát is eszméletlenül csinálta végig. Tehát azt egyszerűen nem hittem el, hogy még ezt lehet fokozni. Milyen értelemben csinálta ezt ilyen nagyon ügyesen és okosan? Hát ugye akkor is így mindenre próbált gondolni, hogy ami neki fontos volt, tehát hogy elvarni a szálakat, tehát például fölhívott embereket, tehát mikor megtudta, ő is érezte, hogy ez most akkor itten, ez rövidesen befejeződik, akkor például fölhívott embereket, el is mondta nekik, nem ennyire kimondva, de azért igen, tulajdonképpen, tehát hogy már nem nagyon fogunk beszélni, és megköszönte, elmondta, hogy miért fontosak számára, hát egészen hihetetlen volt. Egészen hihetetlen lelkierő. Igen. És ezt tehát azt akarta... Tehát veled, a lányoddal. Igen. Hát igen. Nagyon megrázó. És hát nagyon, ugye nagyon derűs volt az utolsó pillanatig. Tehát a korányi hospice-ban mondták, hogy hát azért ilyet nem nagyon sokat láttak. Ugye, hát ő nagyon hívő volt, sokat imádkozott, és folyamatosan énekelt. Tehát folyamatosan énekelt, és nem akart teher lenni. Tudom, szóval, hogy hát együtt választottuk ki a ruháját, amiben elhamvasszák. És akkor hihetetleneket mondott. És akkor bejött a húgom, és mondta, hogy anya, akkor ez a nadrág jó lesz? Ez a fekete nadrág. Hát kisfiam, hát kislányom, hát nadrágban nem megyünk a jó Isten elé. Nagyon. Nem tudom, honnan kanyarodtunk el ide. Csak még annyit, aztán annyit mondasz el ezzel kapcsolatban, amennyit akarsz, de azért csak ez, mint megütött a film, az egy iszonyatosan megrázó és szívighatoló beszélgetés lehet, amikor tudja az ember azt, hogy fölhívta az édesanyja. Akár a te lányodat is, ha fölhívta, hogy az utolsó beszélgetés. És ő ezt kellő derűvel... Ja nem, mi végig mellette voltunk tulajdonképpen. Ez nagyon nagy ajándék volt, hogy itt a... Hát nagyon fura volt, hogy ugye kitört a COVID, és akkor leálltak a színházak, és gyakorlatilag akkor derült ki, hogy ő neki hetei vannak hátra, tehát egy olyan előre haladott tüdőrákja van, és akkor aztán gyorsan kellett intézkedni, és ő mondta, hogy ő be akar menni hospice-ba,
mert hogy mi nem tudjuk itt Pesten őt ellátni, akkor ott Covid lett, és akkor mi haza tudtunk menni vele, és akkor ott voltunk gyakorlatilag karácsonykor, az új évben a testvérem is, tehát az egész család, és akkor aztán nem tudtuk már ellátni, és akkor föl kellett hozni, és egy 10 napja volt már csak a Korányi Hospice-ban, de végig vele voltunk, és ez nagyon-nagyon jó volt. Azt mondta anyukád, hogy a nagy bajoknál lesz igazán erős. Uh-huh, te igen. Is ilyen vagy? Igen, azt hiszem, igen. Tehát akkor kapod igazán össze magad. Hát akkor mindenképpen összekapom magam. Szerintem én máskor is összekapom magam, de alapvetően egy összekapott ember vagyok, meg nem. Tehát nagyon rengeteg mindent elfelejtek. Például mostanában ugye saját ügyes bajos dolgaim nagyon megsínylik a más tevékenységemet, tehát így ez nagyon rossz. Azt mondtad, hogy asztrológushoz jársz. Ja, igen, mindig vannak asztrológusok. Igen? Igen. És az hogy néz ki? Odamész, számok alapján gondolom a születési dátumból, és egyéb ilyen, nem tudom, együttállásokból mondanak valamit a jövődre, vagy a jellemedre vonatkoztatva? Hát az, hogy egy ilyen személyiség, azon én túl vagyok már mindenféle szempontból. Tehát numerológiailag, asztrológiailag. Ezeket végigjártad? Nekem nagyon nagy érdeklődésem van, vagy úgy mondjam, alapvetően azt gondolom, hogy ilyen, nem ilyen szempontból, hanem hogy holisztikusan gondolkodom, tehát az életem azért egy spirituális élet. Ez van, aki ateista, van, aki meg most ez mindegy, hogy hova kötődik be, de mégis azt gondolom, hogy te igen. Nem a valláshoz, inkább ilyen lelki eredetű spiritualitás irányába mozdultál. Nem, hát a vallás az egy másik dolog, meg más az, hogy milyen hitem van, de úgy gondolom, hogy ezek a világban lévő energiák, és ezek, és attól, hogy nagyon sok felől ezt így körbejártam, ez is mutatja, hogy ez így van, hiszen bárhonnan nyitod meg ezeket a csatornákat, gyakorlatilag mindig oda jutsz, tehát nem mondja tök más, nem mondja tök ellenkezőjét. És arra rájöttél te, bocsánat, hogy mire kerested, vagy keresed a választ voltaképpen? Tehát miért volt ez ennyire fontos? Mert azért egy nagy indító erő kellett, hogy legyen. Valami kérdője. Hát mindig az, hogy ki vagyok én. Mindig az, hogy mi a helyem a világban, hogy mi a világ, hogy mi miért vagyunk itt. Miért? Mm. Tehát mindig ez. És most már tudod a választ ezekre? Hát most nem akarok. Hát persze, hát igen, persze. És el is mondod nekünk? Hogy mi a válasz? Hogy most ilyeneket mondathatnék én is, hogy fejlődjünk, hogy a lélek fejlődjön. Tehát én ebben hiszek, hogy remélem lesz egy következő életem, amilyen karmákat építettem magamnak, azokban majd jobbítani tudok, nem tudom. Szóval, hogy azért azt gondolom, hogy egy nagyobb folyamatban vagyunk bekötve. Én ebben hiszek, és ez tulajdonképpen könnyebbség. Hát minden esetre most meglepődtem kicsit, olyan nagyon racionálisnak gondoltalak előzetesen. Ja, én nem. Nem? Igen, hát engem mindenki nagyon racionálisnak gondol, meg félelmetesnek, meg nem tudom. De aztán kiderül, hogy nem. Hát nem vagyok én olyan félelmetes. Ezt tanúsíthatom. Nézzünk akkor egy következő témát. Nem tudom, majdnem azt mondtam, hogy válasszál te. Majd egyet választok a végén. Jó. Ugye elhiszitek? Hát az ugye elhiszitek, az arra utal, hogy ugye te operett musical szakon aha. Végeztél, és szerintem neked azért nagyon komoly erőkifejtéssel járhatott az, de biztos csak magamból indulok ki, hogy elhitesd magaddal és a szakmával, hogy te jeles prózai színésznő vagy. Melyik volt nehezebb? Magadnak bebizonyítani mindezt, vagy a környezetednek? Hát az ember magának mindig tehát az mindig nagyon fontos volt, hogy én mit gondolok, vagy én mit érzek legfőképpen avval a dologgal kapcsolatban, amit csinálok. És te mindig azt érezted, hogy neked prózai színpadokon is lesz helyed? Mindig. Igen? Mindig. Dacára annak, hogy nem vettek fel prózai osztályba. Hát igen, de hát van, ez is egy olyan bénaság volt, ami
amiről például beszéltem, hogy én vagy nagyon jó vagyok, vagy nagyon rossz. Tehát a mai napig, és amikor például felvételiztem a főiskolára, akkor is nem vagyok az az ember, aki ilyen helyzetekben mindig ilyen lehengerlően ugyanazt tudja nyújtani. És ez akkor is így történt, hogy nem tudom, hát följöttem a 5:30-os vonattal, vagy 6 órás Ciklámen Expresszel Sopronból, utána bementem a Mézes Mackóba, ami azt hiszem Mézes Mackó volt a, nem a Szentkirályi, hanem azt hiszem a Puskin utca sarkán, most már mindegy, nincsen. Ott mindig megettem a ilyen babonásan mindig a tisztek a... nem, mi ez, francia salátát egy kiflivel, és akkor utána bementem a felvételire. És akkor valahogy emlékszem, hogy 1 óra után kerültem sorra, és én addigra már olyan szinten ki voltam idegrendszerileg, hogy tényleg azt se tudtam, hogy fiú vagyok-e vagy lány. És ugye az nekem egy nagyon új helyzet volt, hogy ott akkor a Rákóczi úti vetítőbe voltunk, tehát egy ilyen nagyon... reflektorfényes, valamibe kellett, azt se tudtam, kik ülnek lent, és akkor bementem, azt érzem, most azt kéne mondani, hogy elnézést, nem kaphatnék egy pohár vizet. És ha akkor azt mondom, hogy elnézést, nem kaphatnék egy pohár vizet, akkor szerintem fölvesznek. Igen, megnyugszol. Hát nem megnyugszom, meg azt látják, hogy ez az ember szuverén. Igen. Tehát a szuverenitás az nagyon-nagyon fontos. Tehát én... De miért nem mondtad? Hát mert izgultam, mert a megfelelési dolog, akkor belekezdtem Cucor Gergely Csárdás című versébe, tehát nem lehet egy vidám verset, azt nem lehet ilyen ebből az állapotból mondani, tehát rossz volt, minden rossz volt a választás, rossz volt, hogy nem, ők nem próbáltak velem engem lazítani, és én pedig nem tudtam azt magamnak megteremteni azt a pillanatot, hogy pedig ez nagyon fontos. Én mindig ezt mondom a kollégánk, vagy amikor sok beszélgetünk, természetesen beszélgetünk színészekről, hát hiszen ez a dolog, és mindig az nagyon fontos, hogy ki az, aki szuverén. És a fiataloknak is szerintem ezt kell... Ugye ott az a nehéz, hogy a szuverenitást és a mesterségbeli tudást hogyan rakod, de az, amikor valaki, tehát aki belülről tud fogalmazni, és az legyen az, hogy kérek egy helyzetben azt merem mondani, hogy kérek szépen egy pohár vizet. Te mikorra teszed azt, amikor már merted volna ezt mondani? Tehát ez a fajta szuverenitás, autonómia, az mikor ért el igazán nálad? Nem tudom. Nem sokkal később szerintem. Nem tudom. Hát nemzetiben már jócskán, szerintem az első években. Hát nem tudom, hát nemzeti, igen, az nagyon érdekes, izgalmas időszak volt. Ott már nem volt kétséged ilyen értelemben magaddal kapcsolatban? De, hát nem tudom, igazából amikor úgy nem lett kétségem, vagy... Nincs ilyen, hogy az ember ezt így megfogalmazza. Azt úgy meg tudtam fogalmazni, hogy mik azok a szerepek, amik hozzásegítettek ahhoz, hogy ezt megérezzem, hogy tulajdonképpen miért is vagyok színész. És ez mikorra tehető? Hát ez egy ilyen aha élmény volt? A Rómeó és Júlia, akkor aztán sokkal későbbre a Játékszín Erzsébet város, a Vőlegény. Tehát ahhoz az kell, hogy úgy azt érezd, hogy most ebbe úgy bele tudtad ereszteni magad, megvannak hozzá az eszközeid, tehát hogy azt érzed, hogy ami itt van belül, azt ki is tudod adni. Aztán természetesen, hogy amikor az ember már mondjuk forgatott filmet, vagy volt lehetősége arra, hogy én borzalmasan utálom visszanézni magamat, tehát ez mindig egy halogatás, mindig egy megúszás, jaj, csak ne. Van olyan, amit nem is néztél azóta se vissza? Van olyan, amit nem néztem vissza. Melyiket? Hát azt én nem tudom így most megmondani, de biztos van. De rossz emlék, vagy azt vélelmezett, hogy nem vagyok benne jó? Nem tudom, elveszítem a nincs motivációm. Pedig tudom, hogy kéne legyen motiváció, mert az ember abból tanul, és azt hiszem, hogy van is szemem ahhoz, hogy meglássam azt, hogy mondjuk én nekem abból mi a tanulság. És mégsem tud a kíváncsiság olyan értelemben előtérbe kerülni, vagy kibontakozás nyeri benned, hogy kíváncsivá tegyen téged, hogy milyen voltam én akkor. Hát így például a fiatalkori dolgokat, amikor nézem most, akkor így
teljesen rácsodálkozom, hogy Úristen, és tényleg azt mondom, hogy, hogy ha nem ide születek, akkor lehet, hogy más pályát vagy karriert futok be. Tehát, hogy egy másik ország, másik, de hogy lehet, hogy világsztár vagy, úgy értem? Én szerintem még az is lehet. De most nagyon nagyképűen hangzik, de ez most már úgyis mindegy, meg soha nem érdekelt engem ez ennyire, mert én ebben az országban akartam színésznő lenni. De melyik az az alakításod, vagy melyik az a felvétel, amire ha rápillantasz, akkor így ezt mondtad magadnak, hogy hát Adél, ha ez Amerikában történik, most máshol vagyok. Nem tudom, olyan, talán olyan igazi nagy filmet nem is csináltam, ami alapján ezt mondhatnám, de az a létezés, vagy az a, nem is tudom, talán a legkezdetibb dolgokban, tehát az a tisztaság, ami megvolt bennem, azt azért véltem felfedezni, hogy az nagyon ott volt a vásznom, vagy egyfajta, ami talán akadálya is lett annak, hogy nem én jöttem le a vászonról, hogy valamiféle ilyen légies szépség, szóval, hogy és közben meg azért lát, mit tudom, drámavadászaton, szóval van egy-két olyan dolog, vagy a Márta filmjeiben, sok minden, nem is tudom már, nincsenek is így az agyamba ezek, de... Tudnál is mondani valakit, aztán lehet, hogy ez nagyon erőltetett, vagy erőszakolt gondolatkísérlet, hogyha mondjuk nem ide születsz, ha már ez egy nagyon jó játék, én szeretek ilyeneken gondolkodni. Ki az a karakter? Vagy ki az a filmen látott színésznő, aki úgy szerinted körülbelül karakterre te lehetnél. Tehát kit képzeljünk el, aki te annak vagy a magyar megfelelője, illetve lehetnél a külföldi. Én tudnék mondani most egyet hirtelen, de kíváncsi vagyok. Hát nem tudom, ugye ez lehet, hogy a hasonlatosság alapján is, de hihetetlenül meg szerettem is, most már nem a Michel Pfeiffert, vagy a Nastassja Kinski, kicsit ugye sajnos nem tudott megöregedni eléggé, de a Romy Schneider, ezek mind most értelen akartam mondani, aki a... Én a Kate Blanchettet akartam mondani. Szerintem az nagyon hasonló karakterek vagytok, nem? Igen, a Kate Blanchett, igen. Hát, jó, de hát ezek... Na, válaszunk egy másik témát. Jaj. Akkor édesteher? Hát az édesteher az arra utal, amit már azért érintettünk, hogy azt mondtad korábban, és ez egy ilyen félmondatos utalás volt, hogy téged különösen a pályád elején azért zavart, hogy te szép vagy. Ja, igen. Ez hogy kell? Hogy kell elképzelni? Tehát milyen helyzetbe zavart téged? Milyen értelemben volt ez békjó? Mert azt gondolná az ember kívülről, hogy egy színésznő alig ha szeretne ennél többet, pláne ha tehetséges. Hát a szépség és a tehetség az egy nagyon szerencsés együttállás. Hát biztos, egyébként akkor is szerencsés volt, tehát az ember ilyen bizonyos szerepeket mert való neki, mert egy naiva az, azért legyen szép, vagy bizonyos helyzetekben ez előny. Ugyanakkor azt is éreztem, hogy valahogy nekem ezt mindig meg kell haladni. Tehát, hogy több legyél annál, mint egy igen, szép nő. Igen, hogy mindig meg kell haladni. Mert eleve azt érzi az ember, hogy azzal ugye el vannak egy darabig foglalva. Tehát nem is lehet meglátni, hogy az attól még lehet belül, tehát attól függ, hogy milyen karaktert játszol belül, torz karakter, vagy tehát... Féltél is a skatujától? Tehát, hogy te leszel a szép lány, az aktuális szép lány? Hát féltem, de hogy mondjam, azért mindig volt mindenféle szerep, tehát napi szinten ezzel az ember nem foglalkozik. Hát meg az volt hátrány, azért amikor én kezdtem a pályát, szerintem bizonyos rendezőknél ez hátrány volt. Tehát bizonyos helyzetekben, amíg
amiket én mondjuk gondoltam, hogy milyen jó lenne részt venni, vagy játszani, például film, ott akkor nem a szép színésznő volt a divatban egyáltalán. Milyen színésznő volt divatban? Valami érdekesebb, furcsább, groteszkebb, amatőrösebb, nem tudom. Ez az oka? De az is lehet, hogy nem voltam elég jó. Hát fogalmam nincs, tehát nem tudom. Mindenkinek ugyanaz, ezt akarta kivesézni, hát akkor most már ideértünk, akkor rácsatlakozom, hogy akkor ezek szerint nem csak nekem tűnt az fel, hogy nagyon ígéretesen indult a filmszínészi pályán Magyarországon, és az utolsó szerintem olyan 15-20 évben nem úgy jöttek szerintem a mozifilm szerepek, mint ahogy az korábban volt. Akkor ez jól tűnt fel nekem. Hát most én így évszámot, vagy így éveket, igen, hát nem. Illetve, hogy amik voltak, azok pedig igazából nem sikerültek. Nem amire. Sikerültek? És ami ugye színpadi szerepeknél is így van, hogy ami nem sikerül, az nincs. Az hiába játszott el a Lady Macbethet, vagy a Médeát, vagy nem tudom, ha az előadás nem sikerült, nem lett ikonikus, nem, akkor az nincs. És még azt sem mondhatnám, hogy mondjuk a Haj már megben én nem vagyok jó, hanem mint film nem jött össze. Tehát ott emiatt nagyon benne sokat bosszúság? Akart bele. Bosszúság? Igen, úgy általában véve. Bosszúság nem. Hát az ember sajnálja, meg főleg azt sajnálja, amikor mondjuk benne van egy ekkora dologban, mint amilyen nagy munka volt ez, hogy azt kezdtem érezni, hogy nem jó irányba megy. Menet közben már éreztem. Menet közben, igen. És akkor nem szóltál, mint Bálint Andrásnak? Hát szólni, beszélgetni lehet, de valahogy azt éreztem, hogy annyi mindent pakol bele a Zoli. És így is nagyon sok változáson ment át a könyv, és gyakorlatilag picit a figurák is változtak, engem nagyon eltolt, de hát ő egy őrült volt, tehát ő vele nem lehetett, hogy én akkor szólok, vagy nem tudom. Tehát persze, lehet mondani, de nagyon, tehát ő egy extázisba volt végig, és nem lehetett, tehát nem lehetett másképp játszani, mint ahogy ő kérte, és aztán valahogy aztán a... Szóval, hogy lehetett volna abból egy sokkal jobb film. Ugye az eredeti, az a szépség volt az eredeti témafelvetés, és azért is érdekel, hogy neked van szép nő tudatod? Nem mindenkinek van. Tehát az, hogy a színészetben az ember ilyen szerepeket kap, Júliát játszik, és őt úgy előre veszik, az nem biztos, hogy kéz a kézben jár azzal, hogy egy nő ugyanezt gondolja magáról. Vagy pont, hogy távol tartja, ilyet is láttam már. Hát például... Hát volt szép nő tudatom, igen. Tulajdonképpen nagyon korán, tinédzser koromban is volt. Igen, hogy ezt ilyen szép a közönség adja az ember tudtára. Azt szökkenti szárba. Tehát, hát egyrészt ugye az embernek ezt így mondják, vagy... Ez egyfajta ilyen távolságtartást is kelt az emberekben, tehát azt is érzed. Hát ezt érzékeled. Én azt gondolom, hogy én azért mindig, tehát az ilyenfajta adottságaimmal mindig tisztában voltam. De például nagyon érdekes, hogy én soha nem voltam egy anorexiás ember, de... Mindig az volt az érzésem, hogy rajtam van 2-3 kiló fölösleg, és volt az életemnek olyan szakasza, amikor ezt nagyon, tehát azért, nem is tudom, tegnap volt valami film, és hát, hogy dagi vagy, ne egyél. De én nem azt gondoltam magamról, hogy dagi vagyok, de azért nagyon sokszor volt, hogy nem az, hogy nem ettem, hanem hogy igenis, hogy vigyáztam a kondíciómra, és most visszanézve képeket, most pont múltkor nézegettem, és néztem, hogy úristen, milyen vékony voltam. Tehát, hogy de én akkor azt nem láttam. Tehát ez például egy érdekes dolog, hogy ez a szépség dolog, az oké, de például ezt a testképet, nem voltam sose testképzavaros, de azért nem ezt éltem meg 40 fölött, akkor úgy azt éreztem, hogy
hogy azért ez itt most így megy valami felé, ami nem egy megállítható dolog, vagy akkor ott nem voltak olyan jó dolgok, és volt például olyan szituáció, amikor azt éreztem, hogy ezt úgy érezteti velem valaki, hogy hát azért már nem te vagy az a fiatal lány, tudod? Tehát, hogy még már nem előtted van, hanem mögötted van. Szóval... Kire haragudtál? Arra, akiről úgy gondoltad, hogy előtted van, hogy az, aki érzékeltette veled? Mert ez egy nem jó érzés, azt most úgy átérzem, hogy milyen nem, ez nagyon frusztráló érzés volt ott egy próba folyamatban, amit mindenki nagyon rosszul ért meg, mert nagyon rossz próba folyamat volt, de mondjuk tudod, amikor valakinek kell valaki, és például nagyon érdekes, hogy azt éreztem, hogy ebben az esendőségemben egy társ, tehát élettem kipécézve, és akkor azt például nagyon rosszul viseltem, és igen. Ki választ az utolsót? Mert hogy még egyre van lehetőség. Jaj. Te választod, vagy én válaszom? Kiállás? A kiállás az a te, mondjuk úgy, hogy jó szolgálati kiállásod. Voltál ugye nagykövet és a Betesda mellett egy anyaotthonra gyűjtöttetek, és arra gondoltam, hogy ez mindig megold benned, vagy a lányodnak köszönhetően talált meg, birizgált meg valamit a te személyiségedben, ez a fajta empátia felerősödése, ez a fajta szolidaritás, ez a fajta nagy-nagy humánum. Nem, ez mindig megvolt. Mindig megvolt? Mindig. Mindig. Ugye ez a Betesda anya otthon, ez egy ilyen hármas összefogás volt, és egyfajta ilyen nagyon jó ügy. Én a saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy milyen az, amikor nem lehetek a gyerekemmel, aki hónapokig van kórházban, és hogy mind megy keresztül egy anya e tekintetben, és hát... És ugye, mind megy keresztül? Hát egy rettentő kis szolgáltatott helyzet. Ugye nyilván a nap nagy részét szeretnéd ott tölteni, ráadásul hát szerintem most már végképp, de akkor is az egészségügyben egy jól működő és egy jól együttműködő anya az nagyon sokat számít. Tehát az nagyon nagy terhet levesz az egészségügyről is, illetve az egy elképesztően kiszolgáltatott helyzet. Tehát kiszolgáltatottabb. Játszottál? Színpadra léptél? Nem. Tehát Az első évben volt. Igen. Volt. Aztán persze utána is, hát mi ugye azért egy tartós betegségben az ember együtt él ezzel a helyzettel, és ez időről időre előjön, illetve hát folyamatos kontrollok miatt, mondjuk a mi esetünkben sokat kell az egészségügybe lenni. Milyen érdekes, hogy azt említed, hogy amikor nem lehet egy anya a gyerekével, és ez milyen kiszolgáltatott. Ugye én jól tudom, hogy tulajdonképpen 2,5 éves korodig te legtöbb időt, és leginkább a nagymamáddal voltál. Igen, és ezen annyit gondolkodom, hogy keresem magamban ezt a maradandó károsodást, amit most... És nincs. Az a fura, hogy és nincs. Igen, hogy amit... De hogy lehetett ez, hogy a hétvégéken, hát szombat délután tudtak a szüleim vonatra ülni. Mert Sopronba. Ők dolgoztak. Igen, ők Sopronba dolgoztak, és azért ez nagyon sok, és hát az anyu szerintem három hónapig volt velem csak otthon, tehát tovább nem lehetett. Bármilyen emléked, észleleted van ebből az időből? Nincs. Hát talán valamiféle várakozás, vagy ugye amikor ebből a korból készült képeket nézem, akkor olyan, akkor keresek vissza így az emlékembe, de nem tudok, tehát ilyen korára nem tudok visszaemlékezni. Harag, vagy dac, vagy bármi volt valaha? Ezzel kapcsolatban? Ezzel kapcsolatban? Nem. Hát annyi, hogy a hát ugye a nagymamámmal egy hihetetlen erős kémia vagy szeretetiség volt közöttünk, de így ez, hogy valamiféle ilyen olyan élmény, hogy nekem nincs anyukám, vagy nem annyit van anyukám,
Ilyenre nem emlékszem érdekes módon. Egyre válaszolj még, légy szíves, ha már ezt itt említettük. Az, hogy belekerültél ebbe a szituációba anyaként, amit a lányoddal végig kellett csinálni, azon te gondolkodtál-e valaha, hogy rajtad, és ez lehet, hogy sablonos kérdés, de tényleg érdekel, mit változtatott? Érzékenyített, türelmesebbé tett, árnyaltabbá tett, hogy azt mondta egyszer nekem egy férfi rendező, hogy egy jeles színésznő, amikor anya lesz, akkor bomlik ki igazán a színpadon. Tehát egészen másfajta rétegzettsége nyilvánul meg a színpadon. Na most egy ilyen erős igénybevétel után, mint ami neked jutott, lehet, hogy ez még inkább megsokszorozódik. Akár a színésznő mi voltodban is. Ezen te valaha gondolkodtál? Hát szerintem az embernek az emberi mi voltjára van ez nagyon, nagyon erős hatással. Hát eleve már soha nem leszel egyedül. Tehát, hogy az mindig ott van, és mindig az nagyon-nagyon elől van. Akkor is, hogyha éppen színpadon vagy, vagy nem vele vagy. Hát mindez nyilván működik, amit elmondtál, és például beszéltünk, hogy türelmetlen ember vagyok, hogy az rengeteget fejlődött. Tehát ugye az nem is kérdés, hogy a Rozival, most már Rozi, ugye Lauraként nőtt föl 18 éves koráig, hogy az nem volt kérdés soha, hogy ami együtt vagyunk, akkor az annak az időnek a minősége az milyen, vagy hogy én mit teszek ezért meg. Az, hogy közben nem adtam fel a szakmámat, hogy az mégis öröm, de azért annak a tétje nekem is több lett, hogy mit vállalok el, és hogy azt az időt hogy töltöm el, hiszen azt már én valakitől elveszem. És hogyha azt a kérdést teszed fel, ezt is érintettük, hogy mindennek oka van az életben, akkor arra rájöttél-e, hogy ennek mi volt a nagy tanítása vagy oka? Hát biztos, hogy hát az nem kérdés, hogy az embert nem ezek a helyzetek, hát ez természetesen, hogy nagyon elmélyít, mert ugye az értékrendedet abban másodpercre helyre billenti. Tehát amikor vitális kérdésekről van szó, és akkor az úgy helyreáll, hogy mi fontos, mi nem fontos. Tehát, hogy velem ez lehetett, de azért azt én elég hamar úgy gondoltam, hogy én egy, ez az ő élete, és én vagyok mellette, mert nyilván én tudok legjobban mellette lenni, és ez nagyon nagy erőt ad, és ez nagyon fontos, de ez az én helyem. Bizonyos értelembe véve természetesen az én életem az ő élete, de nekem ettől függetlenül van szabad döntésem és az én életem. Tehát érted, hogy mit mondok, hogy ebben ez a fajta, ha így rakod össze ezt a dolgot, akkor ez maximálisan megakadályoz abban, hogy valamiféle mártír szerepkörbe lássa az ember magát. Nincs mártír szerepkör. Sem az ő számára, sem az én számomra. És ez így tök jó. Tehát, hogy ebben szerintem így lehet, vagy így lehet együtt élni, megbékélni, előre menni, egyáltalán a létezést magát így elfogadni, mert tény és való, hogy nekünk vannak nehézségeink, vannak problémák, másnak meg más problémái vannak, és lehet, hogy olyan problémái vannak, amiket most ma még nem tud, és holnap meg tud, de ugye kérdeztél irigységről, nem tudom, összehasonlítani. Szóval ezért teljesen értelmetlen bármit bármihez hasonlítani. Mert én azt gondolom, hogy a dolgokat magukban kell nézni, és abban a magukban levésben, hát mi közben természetesen benne élünk a nagy egészben, de valahogy én ezt
így kezelem, és ezért nem is projektál ebben az ember, és nem is ad felmentést saját magának sem, illetve nem rak nagyobb súlyt magára, mint ami amúgy is van, és amivel együtt kell létezned. Hát nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.